Sziasztok, sziasztok! Hát úgy vettem észre, hogy a legutóbbi ilyen éjszakai merengő az így tetszett nektek. Gondoltam, hogy akkor legyen még egy. Amint olyan értelemben, hogy a helyszín, hogy ez a terasz flash, most ugye újra jó idő van, ki lehet így mozdulni. Mert egyre többet vagyok annál a helységnél, ahol a erkély van, és az erkély az egy kicsit nekem közelebbi, meg most már szúnyogmentesebb is, viszont hoztam ilyen gyönyörű, illetve jó illatú moon füstölőt, még egy kicsit várok, aztán lehet, hogy rágyújtok. Na hát, nem akartam egyébként ezt a videót ilyen közvetlenre venni, bevallom nektek, hogy kicsit már itt tele van a hócipőm, aztán gondoltam, hogy készítek egy ilyen kiakadós videót, de aztán mire hazaértem, teljesen más volt a hangulatom, mint azok akkor, amikor erről a videóról gondolkodtam. Aztán elkezdtem játszani, ott megint egy kicsit átfordult, és akkor a végén így leredukálódott a dolog. Hát, legyen akkor ez egy ilyen, nem is tudom, ilyen, mi legyen a címe. Ez ebből az a probléma, hogy ez az országnak, és megint így erről beszélünk, az ilyen tökre közhelyes, amúgy a egész politika, meg a közélet is most már tele van ilyen csupa közhelyes témákkal, és azért lett ilyen közhelyes, mert soha nem lesz semmilyen foganatja, tehát következmények nélküli rendszerben élünk, és a világ, vagy legalábbis a én kis szűk világom, amit tapasztalok, az jó részt azért ilyen, mert konkrétan a jó dolgokra így rárabolnak emberek, és így rátelepszenek, és akkor onnantól kezdve így leszűkítik az életteredet. Most arra értem, hogy én tavaly sajnos ebből kimaradtam, és nem tudtam nyomon követni az eseményeket. Az Inzet Coin-nak volt egy ilyen tüntetése. Ők egy ilyen olyan egyesület, akik ilyen retro játékokkal foglalkoznak, mint én. Csak még tudtam, ilyen Atari, meg ilyen még régebbi Commodore 64, meg ilyen rendszerekkel foglalkoznak. És csináltak egy... nem tudom, hogy ők, de azt tudom, hogy ővelük kapcsolatos ember által csináltak egy ilyen flipper múzeumot, ahol lehetett ilyen pénzbedobós flipperekkel játszani, de úgy, hogy nem kell fizetni érte, tehát le volt ragasztva, vagy ki volt szerelve belőle ez az érmebedobó, vagy érmevizsgáló egység. És még a Covery is csinált ott videót, még beszéltem is vele hozzászólások alatt, a videó alatt, a hozzászólásokban, és gyakorlatilag a nyitás után már is megbüntették őket egy második vagy harmadik nap az ilyen szerencsejáték bizottság, és ez most ilyen tök hivatalosnak tűnik meg minden, de valójában ugye emlékezzetek vissza 2014 vagy 2015 körül, de lehet, hogy még hamarabb, ugye a Andy Vajna féle jelen kormányon lévő körök megszerezték, illetve hát monopóliummal tették saját maguk köreiben a szerencsejáték bizniszt. Most megdítom. Így az elején úgy kezdődött, még talán én is így figyelemmel kísértem egy darabig, hogy ugye az ilyen kocsmákban az ilyen nyerőgépeket kitiltották. Ugye ennek nagyon sokan így örülnek is, hogy legalább akkor a fizetésüket a részeg emberek nem ott költik el. Tehát ott így az egész úgy kapcsolva is van, hogy iszol, és akkor mellette így egy kicsit módosult tudatállapotban játszod, és akkor ugye a játék így próbál téged befolyásolni, hogy majd a következő körben nyelsz, és akkor gyakorlatilag egy fizetés beledobsz.
Mondjuk a másik oldal az meg olyan, hogy ugye van olyan nyerőgép, és én is ismerek olyan embert, aki rájött arra, hogy hogyan kell játszani, és akkor lehet nyerni is vele. És ez, ennek az adóztatása rohadt nehéz, mert ugye most, hogyha bele is megy pénz, meg kifele is jön pénz, akkor hogyan, hogyan tudod bebizonyítani, hogy, hogy mennyi ment be és mennyi jött ki? Mert akkor így ugye az alapján kéne fizetni utána. Na de ezt itt nagyon egyszerűen rövidre zárták, csak ők csinálhatnak, csak ők foglalkozhatnak ilyennel. És ez olyan, nem is tudom, olyan... Ugye nyugdíjasoknak lehet, hogy ez olyan feeling, hogy, hogy oké, okay, a kormány az így tudja, és akkor majd ők ezt így irányítják, mert hát ők nyilván ők értenek hozzá, és majd akkor a Viktor majd így a kezébe veszi a dolgokat. Valójában egy ilyen én meglátásom szerint, és szerintem nem vagyok nagyon a valóságtól elrugaszkodva, ez ilyen maffia az egész, és ráraboltak erre a rohadt nagy üzletágra, ami egyébként egy óriási biznisz. Megmerem azt is kockáztatni, hogy szerintem azóta nem is nyertek a lottón valós személyek, csak fiktív személyek, de az is lehet, hogy soha nem nyertek a lottón. Na de lényeg a lényeg, hogy rájuk szálltak a Flipper Múzeumra, és hát konkrétan egy ilyen hülye jogszabály miatt, ami szerintem azért lett kitalálva, hogy, hogy akkor ingyen se játszhassanak, tehát hogy szóljon ez az egész arról, hogy az emberek csak egy helyen játszhatnak náluk, és ott meg csak pénzért. És akkor erről volt egy tüntetés, hogy ennek a kapcsán. És én azon tök ott lettem volna, mert később megtudtam, hogy szintén tavaly volt a PixelCon nevű rendezvény, ahova meg elhívták az inzetkoinosok a John Romero-t, aki ugye a Doom-nak az egyik készítője. Tök szívesen elmentem volna. És emellett a videó mellett meg kidobta annak a gázolásos balesetnek a videóját, aki hú, talán nem nagyon vagyok tisztában Pesttel, de Dózsa György utcába történt valami villamos megállóba, így belement egy ilyen AMG Merci kabrió, ilyen fehér, és egy másik autó kiment elé, és azt így betolt a fékezés nélkül a buszmegállóba, és azt hiszem ketten vagy hárman meghaltak. És kiderült arról a fasziról, hogy így be volt kokainozva, meg a jogsiját már elvették, és egyébként is már korábban volt ilyen ügye fegyver kereskedés miatt, vagy valami ilyesmi, meg testi sértés, stb. És akkor kiderült róla, hogy ő is egy ilyen kormány közeli embernek, személyesen a propaganda miniszternek, a Rogánnak volt valami testőre, aki többek között a vasárnapi bolt zárvatartás kérvényét is megakadályozta, akkor vannak ilyen rendezvények, ahova a sajtót nem engedték be. Mondjuk így jó, hogyha a füstben vagyok, mert így nem jönnek rám a rovarok. Volt ilyen nyílt rendezvény, ahova mindenki elvileg bemehetne, és direkt a ellenzéki sajtót így távol tartották. Akkor azt hiszem ebbe a Walton Security-ba is így felmerülő arc volt, meg a ligeteseket is így basztatták, meg minden. És akkor kiderült, hogy így a titkosszolgálat így védi ezt a faszit. És közben meg két ember meghalt, és a faszi még aznap talán szabadult, és még talán azon a héten a Sessel szigeteken nyaralt, és ezt így kiposztolta így az Instájára, meg minden, és ilyen
totál vérlázító ez, hogy ilyenek így megtörténnek, és leplezetlenül, úgymond ilyen maffia módszerekkel történnek a dolgok. Ugye annak idején a Fidesz az úgy került hatalomra, és nem is csodálkoztam azon, hogy hatalomra kerülnek egy ilyen Gyurcsányi kormány után, hogy elszámoltatnak. Mert ehhez képest ugye nem volt elszámoltatás, senkit nem csuktak le. Egyedül talán a Cuslágot, aki valami gyermekalapítványoktól sikkasztott pénzt, és ő így ki is került a politikából. De úgy ilyen lényegesebb embereket nem csuktak le, és hát a Gyurcsánynak azért akkoriban, amikor így leáldozóban volt a csillaga, elég sok ilyen dolog előkerült, ilyen csontváz a szekrényből, például ugye a szakdolgozata is, hogy eltűnt, majd utána a volt élettársának a testvére szakdolgozata, az pontosan ugyanolyan volt, mint az övé, illetve csak ők ketten írtak ebben a témában, abban az évben, abban az iskolában szakdolgozatot. Szóval elég olyan dolgok vannak, hogy így egyszerűen így csodálkozok, hogy ebből hogy nem lesz semmi. És akkor így a magunk fajtának pedig, hogyha valami legkisebb dolgot így hibázik, tehát így nem fizet be időbe valamit, ami törlesztő részletet, vagy mai nap volt például velem ez, hogy egy hónapja vártam a fizetésemre, ami miatt az azt megelőző három éjszaka forgolódtam, mert tudom, hogy ez az ember, aki kifizetett, az ilyen nagyon nehéz, és hát olyan szempontból súlyos személyiség, hogy nehéz vele, és nagy nehezen kifizetett, majd utána hazafelé négy sávos elkerülő úton, ami azért épült, hogy a városban elkerüld a dugókat. Két végén 80-nal mentem, de azt is csak azért, mert hogyha üres az autóm, akkor tök könnyen felgyorsul itt 100-ra. De hogyha átlagosan, ahogy járok vele, így meg van pakolva, akkor meg ha ugyanúgy nyomom a gázt, akkor nem megy ugye nyilván annyival, mert sokkal nagyobb a súly rajta. És így pikpak fenn voltam 80-on, és közben meg 60-nal lehetett ott menni, és pont beleszaladtam egy trafiba. És ugye ez ilyen 30 ezer forintos büntetési tétel, mondjuk még nem tudom, hogy ezt ki kell fizetnem, nem is biztos, hogy be volt kapcsolva az a trafi, nem is biztos, hogy arra nézett, amerre én mentem, de ilyenkor ugye mindenki ráparázik. De nyilván lehet ez a dolog jogos, de ilyenkor az emberben azért úgy kinyílik a bicska a zsebébe, hogy oké, a rendőrök ezt csinálják, de konkrétan nem látom őket soha dolgozni, csak annyi, hogy bennülnek a kocsiukba és megbüntetik az embereket, azokat az embereket, akik dolgoznak és a GDP-t úgymond előteremtik, meg a áfa befizetéssel ugye az államkasszát töltögetik, és azon a területen, ahol ez az elkerülő van, egy kicsit tovább, ha megyünk, akkor van egy körforgalom, ami már gyakorlatilag egy 10 éve egy problémája a városnak, tehát minden reggel és délután olyan szinten dugó van, hogy ilyen fél óra, órákat rostokol valaki. Mi, amikor ezt erre reggel megyünk a egyetem miatt a pályaudvarra, akkor át kell mennünk ezen a körgyűrűn, és már az elkerülőre kéne építeni egy elkerülőt, mert már az be van dugulva. Viszont napközben ugye szinte semmi forgalom nincsen, és amikor 5 óra körül megy mindenki haza, akkor megint dugó van. És ezt így naponta kétszer így végig kell várnom, úgyhogy eléggé agyfasz. És mondjuk, hogyha oda beraknának egy rendőrt, akkor érted, az úgy tudná terelni az embereket, mert annyira birkák ezek a
mai sofőrök, és tényleg tisztelet a kivételnek. De például van egy kétsávos út, ami egy sávra szűkül közvetlen a körforgalom előtt, amit nem értek, mert egyébként Érden is van, Tatán, egy csomó helyen van dupla körforgalom, talán még Várpalotán is. És én is anélkül, hogy tanultam volna használni, rájöttem, hogy hogyan kell, és most már azért úgy boldogulok benne. Simán építhetnének egy olyat, és akkor az is kicsit megkönnyíteni a dolgokat. Mert egyébként egy ilyen óriási virágos van a közepén ennek, szóval még be lehetne szűkíteni, ahogy kétsávos legyen. És az emberek egy sávba, ahogy a két sáv összeszűkül a körforgalom előtt, egy sávba így felsorakoznak, de ilyen 5 kilométer hosszan. És ez nem túlzás, és nem tudják használni azt a két sávot. Tehát az azért van ott, hogy a két sávba sorakozzanak fel, és akkor így cipzárszerűen így egymást engedjék át. És hogyha te benn vagy a belsőbe, és szeretnél bemenni, akkor neki kötelező megadni az elsőbséget. És így nem adja meg. Így simán így vagy elfordítja a fejét, vagy így ráthúzza így az autót. És ilyen nagyon gecik. És oda például egy rendőrt be lehetne rakni. De ők inkább ugye büntetnek. És amikor te így már nagyon teli van a tököd ezzel, és még ilyeneket látsz, amiket elmeséltem így a videóm elején, akkor azért úgy így megfogalmazódik benned, hogy ez nem csak ilyen összeesküvés elmélet, mert pont a Bukarestben most vannak ilyen tüntetés sorozatok, ez elkezdett cseperészni az első tökves, hogy a korrupció ellen most már elég sok ilyen tüntetés volt, nem is tudom hányadik hete tart, és persze nyilván a kormányközeli média erről nem számol be, viszont ott tüntetők mondták, hogy a korrupció és az összeesküvés elméletek, azok ilyen nagyon közeli mesdjén járnak, mert ugye arra építenek sokszor, hogy jó, erre biztos nem gondol senki, hogy ezt tényleg megmerik csinálni, vagy hogy majd azt gondolják az emberek, hogy ez csak így egy kitaláció, vagy egy propaganda, mármint az ellenzék részéről propaganda, és totálisan visszajelnek az embereknek a jó hiszeműségével. És az egyik oldalon az van, hogy vannak tényleg a full becsületes emberek, tehát most nem akarok magammal példáulozni, de nekünk például tök jó az, hogy az Eszter is olyan, hogy az ilyen elvszerű dolgok miatt harcol, és valószínűleg, hogy én is nála ezzel imponálok, hogy a következő generációknak, vagy csak úgy eleve a világnak szeretnénk tenni valamit. Nekem annak idején, és ez nem is volt olyan régen, nagyon meghatározó volt az Út című könyv, meg a ugyanerről készült film, aminek a végén ugye mondják, hogy voltak az ilyen kannibál, ugye az egész ilyen posztapokaliptikus környezetben játszódó cucc, és akkor voltak az ilyen kannibál emberek, akik konkrétan felfalták a többieket. Tehát volt ilyen pince, ahol be voltak zárva emberek, és akkor mindig levágták így az egyiknek a lábát, a másiknak a kezét, és így megették. Míg volt a másik oldal, akik meg ilyen az egész ilyen stalker környezetben játszódott, mert tök olyan volt. És volt a másik oldal, akik meg hát így ilyen régi hipermarketeket törtek fel, megkutattak konzervek után, meg voltak ilyen pincék, meg faleveleket ettek, meg ilyenek. És akkor a kisrácnak azt hiszem megölték a szüleit, és akkor egy faszi segítette tovább, aztán az a faszi is meghalt, és akkor nem tudom, valaki segítette a kisrácot, vagy így odament, hogy segít neki, és akkor megkérdezték, hogy megkérdezte a kisrác, hogy de a szikrát azt is őrzitek? És akkor ez volt a szikra, hogy nem ilyen állatok módján éltek, hanem hogy valami elv szerint, tehát valami ért, valami mentén kiálltak. Kb. Így ez volt az egész könyvnek, meg a filmnek a mondandója. És
bennem ez ott fogalmazódott így meg, mármint így verbálisan. Így azelőtt is volt valamilyen, nyilván nem akkor világosodtam meg, hogyha lehet ezt annak nevezni, bár már ez is ugye közhely, mert erről is külön egy videót lehetne csinálni. Tehát azóta szoktam ezt így előhozni, és tényleg így ez a fajta típus, ez a, nem is tudom, hogy hogy hívják, valami M. Tibor, vagy valami ilyesmi, azt a faszit, aki ezt a balesetet csinálta a Dózsa György utcán, ami Gyurma a beceneve, meg ilyenek, bazán. Vagy ez a tipikus sztereotípia, tudjátok, hogy mondjuk ilyen Merci vagy BMW, és kigyúrt kopasz állat, ilyen fuchsokkal a nyakába, és akkor így az egy ilyen modell, így ilyen társadalmi modell, ami így általában egy ilyen mainstream ágat képvisel, tehát hogy így az egy ilyen követendő példa, úgy látszik így a világban. Tehát hogyha te ilyen értelmiségi vonalat próbálsz képviselni, akkor ez így annyira nem menő, mert az egy ilyen nehezebben járható út, és különben is így az elején, amikor így az ember ugye eldönti így a identitás sehát, amikor így próbálja így kitalálni, hogy na, ő hova szeretne tartozni, ami ugye megint egy filót megérne, de már szerintem erről volt is filó. Tehát, hogy mindenki akar valahova tartozni, és akkor meséltem ilyen példát, hogy Eszternek volt ilyen szobatársa, hogy volt valami ilyen genetikai vizsgálat, vagy nem tudom mi, az egyetemen ilyen teszt, és akkor megtudta, hogy ő nem tudom, 60%-ban zsidó, és akkor onnantól kezdve ő az ilyen zsidó dolgokat nagyon elkezdte szeretni, pedig még soha nem azonosult azelőtt velük. És hogyha most én mondjuk megtudnám, hogy én, mit tudom én, mi vagyok, néger, 60%-ba, akkor lehet, hogy én is azzal a kultúrával ugye jobban akarnék azonosulni. Mondjuk én nem személy szerint, mert én tudatosan afelé megyek, hogy semmivel nem akarok azonosulni, hanem magamból akarok úgymond ki indulni, de ez még ennek a nehéz útnak is a további nehezítése, de ez most már valószínűleg az én keresztem marad. És mindenki tudatosan a könnyebb utat választja, azért, mert még amikor eldöntik ezt, hogy melyik utat akarják választani, akkor még nem tudják értékelni a nehezebb utat, mert annyira nem érik fel ezt észre, vagy nem annyira érettek hozzá. Talán ez a legjobb szó. És számomra az totálisan kiakasztó, hogy 2018 van, érted, én így gyerekkoromban, ilyen tizen pár évesen, én már itt tényleg így elhittem azt, ami a Vissza a jövőbe című filmben volt, hogy ilyen hologram kivetítő neon városok lesznek, tehát így még az ilyen legkisebb magyar város is ilyen full high-tech lesz, ilyen, mit tudom én, vízautók lesznek, vízmeghajtású, ilyen vízbontásra létrehozott ilyen hidrogén meghajtású autók lesznek, akkor nem tudom, a online vásárlás az már ilyen tök alap, mondjuk nekem most az is alap, majd mindent online vásárolok, és tökre meg vagyok azon lepődve, hogy egyes ismerőseim így azt hiszik, hogy eBay-en csak kínai cuccok, csak kínai szar cuccokat árulnak, mert ami kínai az szar is, egyesek szerint, és ugye a többség szerint, ami egyébként rohadtul nem így van. És hogy átvernek az interneten, az egy ilyen alap. Tehát így, ezt én is így megtapasztaltam, azt hiszem erről csináltam is egyszer videót, amiben dicsértem az eBay-t, hogy mennyire jó, hogy egy büdös szót nem kell beszélnem az eladóval, nem kell alkudoznom, nem kell semmit se csinálnom, a kiszállítást se kell itt megbeszélni, meg nem kell cigánykodni, meg minden, mint ami a magyar ilyen eladó oldalakon vannak, hanem megrendelem, pár hét múlva megérkezik, utána meg én pontozom, értékelem, és még hogyha alul is értékelem, inkább visszaküldi a pénzét, de én már az utóbbi időben tényleg így annyira meg vagyok elégedve velük, hogy még hogyha egy pici
pici késés vagy valami van, akkor is nem pontozom le. Bezzeg a magyar oldalakon szörnyű, tehát nem ír vissza, igazából hirdeti, de aztán nem is annyira akarja eladni. Ezekről a Facebookos dolgokról meg már ilyen mém is van, hogy mennyibe kerül, írtam privátot, tehát erről van egy ilyen mém. Átbaszások vannak, nekem is volt, hogy adtam el számítógép alkatrészeket, és akkor közben meggondolta magát, mert talált máshol közelebb, és ő nem vette át, és ezért nekem külön ki kellett fizetni a visszapostázását, szóval. Na meg a magyar posta, az meg egy külön. És akkor így szépen így összerakódik, hogy igazából itt minden, ami itt van, az emiatt szar, mert ráépült egy ilyen, nevezzük elitnek, egy ilyen kör a társadalomnak a felső 10%-ára. Nem is jól mondtam, inkább egy ilyen maffia szervezet uralja ezt a réteget, és mindent nagyon durván lerabol, de brutálisan, és semmi sem fejlődik, és ugye közben meg a világ az halad, tehát ugye mellettünk lévő szomszédos országokban ez nem feltétlenül így van, maximum keletre, és hát a világ az alapból is gyorsul, és itt alapszolgáltatásokkal szívnak az emberek, meg ugye arra is építenek, hogy nagyon sok embernek nincsen ideje meg energiája reklamálni, és akkor majd nem fog reklamálni, és akkor ezzel így vissza lehet élni. Tehát, hogy konkrétan ugye a Tesco-ba még volt is videóm erről, hogy csomószor visszavittem dolgokat, mert egyszerűen nem az volt, ami a dobozon fel volt tüntetve, és akkor neki kellett feljebb, és ugye ki kellett mondani a varázsszót, hogy akkor panaszkönyvet kérsz, de kb. Már így az se jó semmire, mert most az InZetCoin-os tüntetés révén így megtudtam, hogy ugye nekik volt ebből egy eljárásuk, egy ilyen büntető, jó, hát nem büntető, hát ilyen bírságolták 100 000 forintra őket, mert ingyen használatra merészelték a saját házilag készített flipperjüket bocsájtani. És hogy van olyan jogszabály, hogy minden fajta szerencsejátékot csak a Szerencsejáték ZRT üzemeltethet. Tehát nem rakhatom ki egy művelődési házba az Xboxomat vagy a PlayStationomat, mert az már ennek számítana. És akkor ők azt a példát hozták fel, hogy de akkor a MediaMarktban vagy a Tesco-ban, amit ki lehet próbálni PlayStation-t, az akkor ugyanez lehet, mert az is közösségi tér. És ugye a multik meg a kormány az elég szorosan össze van fonódva, mert konkrétan amikor bejött a Tesco, arra így pontosan tudok, olyan feltételekkel jött be a Tesco, tehát nem az volt, hogy most így beengedjük mi a multikat, és akkor majd így jól megadóztatjuk, mert akkor de jó tud fizetni a külföldi multi, hanem azzal a feltétellel jött be, hogy nem kell neki fizetni 10 évig adót, meg ilyenek voltak. És most már teljesen a ló túloldalán vagyunk, hogy kb. Így mindent meg lehet a multinak csinálni. Cserébe pedig az állam falaz nekik. És ez most már így minden szférában ez így elterjedt. Tehát legutóbb, bár én most már úgy vagyok vele, hogy megpróbálom a politikától, meg az ilyen hírektől távol tartani magam, mert azon kívül, hogy felbaszom rajta magam, ugye nem nagyon tudunk, tehát nem vagyunk súly, ami ebbe úgymond így beleszólással bír, és súlytalanok vagyunk. És a legutóbb, ha jól tudom, valami divat szférát célzott meg a Vajna tímet. Mi a faszt akarnak még ezek, de komolyan. Aztán így gondoltam, hogy én akkor megpróbálok egy ilyen életet élni, ahol ugye a saját dolgaimat csinálom, hogy kivonom magam. Pont a legutóbbi éjszakai merengő talán lehet, hogy erről is szólt. És ugye az még
durvább, hogy valakit ez zavar, és valaki arra áldoz időt, meg energiát, hogy ilyen embereket, mint én, így mond így trollkodjon, vagy így ez egy ilyen trend, hogy vannak az ilyen, tényleg nem tudom őket más szóval nevezni, de ilyen teljesen sikertelen emberek az életben, akik az előbb elmondott dolgok miatt nem tudnak érvényesülni. Most gondolj bele, hogy elrabolnak egy komplex szférát, és akkor nekik az nem elég, és te még egy egyesületen belül nem csinálhatod azt, hogy úgymond ilyen közhasznú módon ingyen játszhassanak a te játékoddal mondjuk gyerekek. Tehát az azért már egy elég nagy szemétség, tehát az konkrétan így elveszi az egész tortát, marad neked egy morzsa, és hogyha azt a morzsát meg akarod osztani mással, akkor még azt is elveszik. Tehát így nagyon durva, hogy pontosan annyira tart szegénységbe, hogy még ne hallj éhen kb. Ez az ilyen autoriter hatalmaknak az egyik jellemzője. Mert hogyha annyira szegény vagy, hogy még nem halsz éhen, akkor azzal is meg tud osztani téged, és hogyha annál egy kicsit több javad van, akkor viszont össze tudtok fogni, és akkor ugye az állam ellen lehet esetleg fordítani, úgyhogy erre így rohadtul figyelnek. És hát egy csomó ilyen ember van, mint én, hogy igazából nem tud tenni ellene, viszont vannak jó gondolatai, és ezeket el akarja mondani. És van egy csomó ember, aki ezzel nem akar azonosulni, mert konkrétan így szembenéznének önmagukkal, hogy hát tényleg ilyen kicsik vagyunk, ilyen gyengék vagyunk, és mennyire szánalmas az, hogy mi mondjuk vagizunk az iPhone-unkkal, meg a ruhánkkal, amit a szüleink vettek nekünk, és közben meg ilyen brutálisan durván meggazdagodnak egyesek mellettünk, és azok kb. Így rajtunk rögnek, hogy mi egymásnak játsszuk a fejünket, és hogyha én erre így felhívom a figyelmet, akkor meg engem támadnak le, hogy nem, ilyen nincsen. Tehát így nem is mondják ezt, hanem így a személyemet támadják, és az így kibaszottul szánalmasnak tartom. Tehát ezt az egész magyar létet szerintem ez egy rohadtul szánalmas dolog, ez az egész, hogy ennyire lenyelünk így mindent. Úgyhogy én már nagyon sokat gondolkoztam, hogy ennek van értelme, mert persze tök jó érzés, amikor a XY néző küld egy elismerő levelet, most már újabban azokat sem olvasom be, mert olyat is kaptam, hogy ezeket én találom ki. Pedig voltak olyan videók, amikor ott írt a srác, hogy ő írta a levelet a videó alatt. Annyira füstöd ez a szar. Úgyhogy most ez a dolog, ez nekem olyan, hogy lehet, hogy angolul kéne folytatni, de legszívesebben már ugye mondtam egy videóban, hogy tök jó lenne ebből az országból elmenni, mert ugye ennek a jelenségnek az lenne a megállítója, hogyha az emberek azt mondják, hogy elég, de nem tudják azt mondani, mert hazamennek a munka után, és kb. Arra van idejük, hogy a magyar egyel éle döglenek, és akkor ott így bealszanak, és még így álmukba is azt hallják kb. És nem a kis ujjamból szopom, látok ilyen jelenségeket. Így totálisan kiábrándító az, hogy az előttem lévő két generáció mennyire szétteszi a kezét, hogy ebben nincsen felelőssége, míg az utánam jövő két generáció is gyakorlatilag azt csinálja, hogy nem akar ezzel a dologgal úgymond szembesülni. Azt akartam még elmondani, hogy az is milyen durva, hogyha ugye meséltem ezt, hogy csinálsz valami kis dolgot, és akkor itt téged így meghurcolnak, de így nagyon durván, tehát emlékszem, hogy nekem is volt ilyen, hogy ugye meséltem még kurva régen, de
azt vettem észre, hogy el kell újra és újra mesélnem történeteket, mert cserélődnek a nézők, meg van olyan néző, hogy azt mondja, hogy én vagyok a kedvenc videósa, és hány éves vagyok, tehát hogy így, akkor minimum nézzétek már meg létszi a régi videóimat, és ezt egyébként is akartam nyomatékosítani, hogy a régi videókat is nézzétek. Tehát ugye volt egy ilyen ügyem, hogy csináltam egy zenekarnak egy weboldalt, még akkoriban, amikor én is ilyen kicsit ilyen szélsőséges nézetű ember voltam, ugye pont múlt héten itt meséltem arról ezen a teraszon ugyanebből az adásba. És ezt a zenekart feljelentették, és hát nem tudták őket megfogni sehogy se, viszont ugye én töltöttem fel a weboldalokat, és én vállaltam a nevemet, és azért így engem próbáltak megbüntetni, pedig semmi közöm nem volt hozzáig tényleg, tehát oké, hogy akkoriban az ilyen nézeteim miatt ismertem meg őket. Egyébként ez a Divízió 88 zenekar volt, de attól függetlenül nekem semmi közöm nem volt hozzájuk. Tehát a zenéiket, azokat nem én találtam ki, nem én írtam. És ugye nekem emiatt lett egy ilyen fél éves elterelés, hogy befoglalták a számítógépemet, nem minden. És konkrétan ugye semmit nem csináltam, csak elvállaltam egy munkát, ráadásul full hivatalosan, meg minden. Aztán ugye lehet látni ilyeneket, hogy más meg, mit tudom én, egy csomó, mint ez a Dózsa György úti gázoló, csomó kihágást csinál, és ugye nem lesz semmi az ügyében. És akkor ilyen rohadt jó példa erre az a Bakács Tibor settenkedő, hogy ugye ellopott egy szalámit. Jó, nyilván most itt majd azt fogjátok kérni, hogy nem csak egy szalámit lopott el, hanem volt még a ruhája alatt más is, mert én is láttam azt a videót, hogy még ott abban a szobában, ahol elbeszélgettek vele, ott is még így pakolta ki az asztalát, de leszarom, mert tök piti az egész ügy. És más meg ellopja az egész húsipart konkrétan, hogy ott van a Mészáros Lőrinc, így felvásárolta egész Magyarországnak a húsiparját. És az meg ilyen tök nagy királynak számít, tehát hogy ez egy ilyen így letett valamit az asztalra, ilyen hülyén fogalmazva, tehát hogy elért valami pluszt az életbe, tehát hogy ő saját magát a Zuckerberghez hasonlítja, hogy ő egy olyan cégbirodalmat épített fel, holott így rohadtul látszik, hogy ő egy bűnöző, és hogy mármint, hogy valakinek a strómanja egy bűnözői körhöz tartozik. És mégis van olyan, aki ezt így beveszi, hogy ez mind a saját tudásából van. És számomra totál kiakasztó az, hogy az iskola az azt súlykolja, meg így ámlok így a szülők, meg a társadalom, hogyha becsületes vagy, és dolgozol, és tanulsz, akkor belőled is lehet ilyen ember. De közben kurvára nem lehet ilyen ember, és soha nem is lesz belőled ilyen ember, hanem belőled így egy ilyen csavar lesz a gépezetbe, aki egész életében ebben fog hinni, és emiatt soha nem fog fellázadni, és végig fogja ezt a fajta vürcölést, ezt a gályázást csinálni. Viszont, hogyha ebben a fasságban nem hiszel, hanem mindenféle akadályt és szabályt felrúgsz, akkor valóban lehetsz híres, de viszont ahhoz kb. El kell adnod a lelkedet, és akkor körülbelül így nem is tudom, hogy a Gyurcsány meg az ilyen fajtájú emberek hogyan tudnak a tükörbe nézni, vagy hogy van-e olyan ember, aki mellé így leülnek így a nap végén, és akkor így mondják, hogy jaj drágám, de jó, hogy itt vagy, ilyen nehéz napom volt, és akkor ő megérti őt, hogy ő neki tényleg rossz volt, mert egyébként tudja, hogy belül ő egy jó ember, de ezek rohadtul nem ilyen emberek, ezekről mindenki tudja, hogy mocskos bűnözők, és ráadásul amik előkerülnek dolgok, azok is ilyen jéghegynek a csúcsának a csúcsa, és előkerül, és más országban ilyenért egy életre börtönbe tennék, vagy egy ideális világba összekötnék egy sziklával, és egy kőfejtőbe elküldenék.
És ennek ellenére ezek így köztünk járnak, tehát hogy most fordult ugye a politikai helyzet, hát nem most, hanem egy hány éve, 8-12-8 éve, és most ugye más a közellenség, úgymond, tehát most a Orbánt nem szeretik, és a Gyurcsány az meg így köztünk sétált, tehát még a Bartos is ezt mondta, és a Bartos így egy csomóan így kritizálják, de valójában rohadt jó meglátásai vannak, és tőle is csodát várnak az emberek, pedig a saját anyagi helyzete és egyéb sorsa miatt, hát még az is csoda, hogy így tud videózni, hogy ilyen szinten tud ugye egy tartalmat gyártani. Szóval ez így eléggé visszás ez a dolog. És én a magyarokat hibáztatom a saját sorsuk miatt, szóval megérdemlik mindenképpen. Csak azokat sajnálom, akik próbálnak tenni ez ellen. Hoppá. Próbálnak tenni ez ellen, de mégse tudnak, mert a saját testvéreik, a saját magyar állampolgártársaik meggátolják ebbe az egészbe őket. Mert azt mondják, hogy úgyse lesz változás, úgyse sikerül neked, meg mit pattogsz, mit ugrálsz, vagy éppen kritizálják a mondandódat, mint hogy az enyémet szokták, mert így rohadtul így magára ismer, hogy igazából kurvára igazam van, és ez is már egy csomószor így beigazolódott, és nem most, hanem az elmúlt 10 évben, és nem csak a veletek, vagy nem csak a trollokkal, most tisztelet a kivételnek, hanem így a környezetemmel, hogy tényleg amit csinálok, az jó, és nem véletlenül olyan nehéz a dolgokat nekem átvinnem, mert más ebbe látja azt, hogy a saját gyengesége azáltal így mond felszínre kerül, és az éneket mindig is akadályozni fogják, mint amilyen én vagyok. Az idő pedig nekem így tök jó visszaigazolásokat szokott adni, tehát nem azonnal, de van olyan, hogy rövid időn belül így kiderül, hogy tényleg az úgy volt jó. Csak az a baj, hogy nagyon sok ember pedig lusta erre ezt így megfigyelni, vagy kivárni, vagy nagyon kevesen vannak olyanok, hogy ja, tényleg azért az, amit mondott a Piszkata, abban lehet, hogy van valami, és talán nem kellett volna úgy közeledni felé. Úgyhogy, de nem is magamat akarom kiemelni, nekem mostanában azért elég sok videómban így megfogalmazódik önkritika, és azt vettem észre, hogy ezt így nem olyan értékelitek, viszont az meg nincsen gyomrom, meg nincsen pofám hozzá, hogy magamról úgy beszéljek, mint egyesek, akik mondjuk tegnap regisztráltak be a YouTube-ra, és akkor most ezt így kicsit eltudozva mondom, és akkor most már van ilyen 100 000 feliratkozójuk, és ők a Janik 20 videóval, és akkor ilyen kurvára mérvadó az, amit mondanak, és saját magukat ajánlják, meg saját magukat reklámozzák. Ez így tök undorító dolog, és már így más szól rám, hogy én is reklámozzam már magamat, vagy én is ajánljam már magamat, de valahogy így nincsen pofám, tehát ez is, amit csináltam outrót, ez is kb. Egy nem is tudom hány hónapon keresztül forgolottam ezen, hogy legyen-e ilyen, vagy ne legyen, és már az előtti outro is kb. Ilyen volt, és nem véletlenül nem vágom a videóimat jó rész, mert az ilyenfajta filókat, és nem véletlenül nem készítek mi az indexképet, ami kb. Olyan, mint a legtöbb videósnál, hogy így kurvára mosolyog, meg kurvára nagy betűtípusra kiír valamit, és egy ilyen clickbait az egész. És amikor én csinálok egy ilyen clickbaitet, amire próbálok kicsit nektek a kritikus gondolkodásra rámutatni, hogy nézzétek meg, hogy ilyenek egyébként a videósok, és akkor én is kicsit úgy viselkedek, mint amikor találtam egy kiégett kis teherautót, és akkor azt a címet adtam a videómnak, hogy kiégett a pick-up, hogy leteszteljelek titeket,
hogy mennyire, hogy reagáltok rá, meg direkt caps lock-kal írtam ki a címet, és akkor érdekes módon megnézték azt a videót 2000-en, utána meg azt a videót visszatettem egy tök más címmel, és azt meg nem néztétek meg 600-an se, szóval rohadtul meg vagytok vezetve állandóan a többi videós által, és amikor én erre megpróbálok így rávilágítani, akkor még én vagyok kb. Lebaszva, és azok a dolgok, amiket néha csinálok, ezek a görbetükrök, ezek meg így nem mennek át, így mindent elhisztek, de szó szerint. Tehát amikor azt terjesztették rólam, hogy csóró vagyok, akkor azt is elhittétek, kaptam olyan kritikát, hogy mi van, koldus, meg ilyen dumákat. Amikor meg azt terjesztették el rólam, hogy gazdag vagyok, akkor meg azt is elhittétek. Szóval így, ahelyett, hogy utána járnátok, így mindent készpénznek vesztek. És azt vettem észre, hogy így ez is egy trend, hogy így valakit így nyilvánosan karaktergyilkoljunk. Most nem magamról beszélek, hanem így akárkiről. És basszátok meg, ez az egész azért van, hogy megosszanak minket. És ráadásul mi már ezt nem is tudatosan csináljuk, hanem már automatikusan tanultuk ezt a dolgot, mert ez így működik kb. Az iskolában is, hogy kipécéznek valakit, és akkor azon van levezetve az egész osztálynak a feszültsége, ezt tudom, mert ilyen volt a misulinkban is, hogy azt a gyereket utálta mindenki, de igazából lehet, hogy nem volt vele baj, de azért utálta mindenki, mert akkor nem mást utáltak, tehát nem neked volt rossz, hanem neki volt rossz, és azért te is utáltad, hogy nehogy te legyél az, aki legközelebb úgymond így a célkeresztbe kerülsz. És ez kb. Ez egy ilyen tanult dolog, amit így betanított így az iskola. Lehet, hogy ők se tudatosan akarták, az is lehet, hogy tudatos programozás volt, nem tudom, annyira nem látok bele, meg ez már megint egy összeesküvés elmélet kategória lenne. Viszont ez a jelenség, ez így él bennünk, és ahelyett, hogy az energiáinkat, meg az eszünket, meg a figyelmünket, meg az időnket fontos dolgokra összpontosítanánk, mondjuk társadalmi dolgokra, amiben konkrétan lehetne olyan dolgokat csinálni, hogy mondjuk egy fél-egy év alatt átviszünk egy tervet, most ilyen civil szervezetekre, meg tüntetésekre gondolok, és utána ténylegesen az életminőségünk javulna azáltal. De nem, mi ehelyett így egymást támadjuk, és nem az ilyenfajta értékek a fontosak, vagy a mérvadóak, hanem az ilyen sztereotípiák, vagy az ilyen olyan emberi archetipusok, amit az előbb így elmagyaráztam egy fél órával előbb, hogy ez a kopasz, kigyúrt BMW-s srác, ez az, aki érvényesülni tud, és ez ilyen 90-es évek modell, vagy style, tehát hogy akkoriban így voltak ilyenek, mint ahogy mondjuk az ilyen amerikai filmekben látod az ilyen gettóban, hogy vannak ezek a régi ilyen még túlméretezett autókban, az ilyen lowrider autókban, az ilyen fuchsos néger kopasz csókát pisztolya, hogy annak kb. Így a magyar változata, mert magyarban minden egy kicsit szarabb, vagy sokkal szarabb. És akkor itt meg van az ilyen, hogy ne mondjam, milyen származású emberek, akik körülbelül így abból értenek, hogy az okosabb, vagy annak van igaza, aki megveri a másikat, vagy aki erősebb. És akkor 2018-t írunk, mert itt tökre fejlettnek kéne lenni a technológiának, ami végül is az is, meg itt van konkrétan, csak használni nem tudjuk. És akkor még mindig ezek a fajta dolgok tudnak érvényesülni, és hogyha valaki meg mást mond, akkor az meg buzi, vagy fasságot mond. Úgyhogy, de tök mindegy, hogy ezt elmondom, mert ugyanúgy nem fogjátok megérteni, mert aki megérti, az már eddig is értette, aki meg nem érti, az meg nem akarja megérteni. Na jó, srácok, leégett a füstölő, úgyhogy én megyek be. Lehet, hogy lesz ilyen videó, hogy az lesz a rovatnak a címe, hogy amíg ég a füstölő, addig megy a filó. Úgyhogy hát, hogy készítek majd ilyen. Van egy csomó füstölöm. Úgyhogy, most mondd meg, égetem magam. Az lenne a legjobb, hogyha lehetne egy ilyen diskurzust
elindítani. Tök lenne vitatkozni dolgokról, de észszerű keretek között értelemszerűen. Ezt majd egy többször kifejtettem, hogy mi számít vitának. Az tök jó, hogy van pár néző, aki rendszeresen ír levelet, sőt, van olyan néző is, aki már nagyon sok levelet ír, és ilyen kis regényeket, és nagyon nem tudok mindig válaszolni rá, úgyhogy elnézést kérek. Sokan akartok találkozni is velem, nem tudom, mostanában nekem sok a dolgom, és igazából emberundorom is van. Senki ne vegye magára, senkivel nincsen bajom, csak egyszerűen nem szeretek emberek között lenni, és ilyeneket látok, mint amikről ma meséltem, és ezért vagyok egy kicsit így mostanában befele fordulva. Na, hát legyetek jók, köszönöm a szíves figyelmeteket, jó éjszakát, sziasztok! Ha tetszett a videó, lájkold, oszd meg, iratkozz fel, vagy kommentelj alatta. Továbbá követhetsz Twitteren, Instagramon, Facebookon vagy Ask-on is.